jön neki. Ennek nincs jelentősége. Magyarország előre, nem hátra. Egy év annak, hogy a Holdról is látszott a jobb oldal győzelme. Biztosan mindannyian emlékeztek a piros lett a paradicsomra. Piros volt a paradicsom, nem sárga. Magyarország előre, nem hátra. Vagy éppen a meg is kell neki nyernie nénire. Szerintem az Orbán Viktor meg is kell nyerni. De ott volt az égő fáklyásunk is. Esküszöm, égő fáklya leszek az országháznál, ha Fidesz győz. A kampányban nem volt hiány túlmozgásos noárokból. Tátongó padüdősökből. Sajtó, elhárító sajtófőnökből. Miért szokott? Kérem szépen a miniszterelnök. Miért nem lehet válaszolni? Rosszul öregedő jóslatokból. És biztos az, hogy nyerni fogunk. Csak azt nem tudom, Monika, hogy kicsit-e, vagy nagyon. Fidesz az egy lejárt lemez. És vágyálmokból. Kétharmaddal fogjuk leváltani Orbán rendszerét. De aztán ugyanaz lett a vége, mint mindig. Úgy megbaszta a Fidesz. A negyedik kétharmad után arra voltam kíváncsi, hogy tanult-e valamit a sorozatos választási vereségből a baloldal. Mielőtt meghallgatjuk az összes lakodalmas választási muzsikát. Piros volt a paradicsom, nem sárga, Magyarország előre mennem hátra. Liberális, önmanifesztáló kampánydalt. A hatalom a tépé. Kénytelen vagyok titeket megkérni, hogy iratkozzatok fel a csatornára. Mi szeretjük a feliratkozókat, szeretünk titeket. Ezért csatlakozzatok a Patriótához. Nézzük azt a paradicsomot. A tavalyi választási kampány minden tekintetben rendhagyó volt. A balosok mind összeálltak, a jobbikosoktól a gyurcsányistákon át a szocialistákig. Ezt a szivárvány koalíciót úgymond, a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük. Miután ezek összefogtak, a baloldali kampány mögé beállt a teljes soros hálózat Brüsszel. Volt olyan európai biztos, akinek a stábja jelentkezett, hogy szeretne ismerkedni Orbán Viktor kihívójával. És a balos médiagépezet. Itt van velem a stúdióban Márki-Zay Péter. Márki-Zay Péter, előválasztási eredményváró bulián vagyunk, nem gondoltuk volna, hogy politikai földrengés az egész. A mai vendége Márki-Zay Péter lesz. Márki-Zay Péterrel beszélgetünk. A Pravda és a Föld Kisach Baubachter nyomdokaiban lépegető Telex 444 ennyire volt mérték és távolságtartó a baloldali felkent miniszterelnök jelöltjével. Ilyen szalag címeket sikerült összehozniuk. A csapdákat kikerülve igazságosan rezsicsökkentene Márki-Zay kormánya 444. Figyelj, nincs vége. Márki-Zay Péter és az entelektüellek forradalma. Független objektivitás kimagszolva. A kívülről jött ember diadala. 444. Utolsó 2021 Korányi Dávid. Ha egy jövőre megalakuló ellenzéki kormányban megtalálna egy feladat, nem ugranék el elő a híme, nem hazudtam itt van. Persze kincstári optimizmusból, önbizalomból és a mindent elsöprő végső győzelembe vetett hitből egyáltalán nem volt hiány a baloldalon. Győzni fogunk! 45 napban múlva győzni fogunk! Szeretettel üdvözlöm Önöket Magyarország következő miniszterelnökének első országértékelő rendezvényén. Kétharmaddal fogjuk leváltani Orbán rendszerét! Nem volt olyan a roma közösséghez tartozó, a jóslás tudományával foglalkozó asszony, aki úgy tudott volna jósolni, mint a baloldal szakmai holdudvara. Annyira szoros a meccs, és annyira zárul az olló a két oldal között, hogy lehetetlenség megmondani, ki fogja nyerni a következő választásokat. A Medián volt professzorát is elkapta a hív. Szakértett, elemzett, jövendőlt. Hátradőlve várta a kétharmadot. Én ma nagyobb esélyt látok a kormányváltásra, még az elemző agyammal is, ami azért néha bekapcsol. Nézzük, hogy ezek hogyan akarták legyőzni Orbánt. Ja, itt már nem volt annyira szomjas a pártelnök úr. Szél Bernadett is a tánc tudásával gyűjtötte a szavazatokat a barátnőjének. Csordás a netbele fogsorunk, csordás a netbe mi bízhatunk. Fekete Győr közben meg semmiről nem tudott semmit. Ez jó kérdés. Ezt nem tudom, azt meg én nem tudom. Nem emlékszem. MZP-éknek kicsit meggyűlt a bajuk, a túl gyorsan akarta. Ja, a nevekkel. A mai nap találkozom Bob Simon a... Hirtelen akartam mondani. A Nészenszkivel megállapodtam abban, hogy a vidékiekkel. Minden vidéki bunkó. És igazából szinte
mindenkivel. A néger, a melegek, néhány zsidó is. Cigány, minden fogyatékkal élő. De volt egy másik fixációjuk is. Orbán Viktor. 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 A kampánynak voltak olyan szürreális pillanata is, mint amikor a piacon kérdőre vontak egy idős árust. Tessék ide jönni, érdekel, hogy miért elmebeteg a Márki-Zay Péter. Péterfi Juditnak azóta egyébként nyoma veszett, ha valaki tudja, hogy hol van, mindenképpen írja meg kommentbe. Meglepő módon ennek a valóság show-nak nevezett választási kampánynak kiózajtó vége lett. Csúfos vereség, megalázó vereség, elpusztító vereség, megsemmisültem. Fogom magam, és nem jövök haza Rómából. Elegem van, tényleg. Úgy megbaszta a Fidesz a Márkit, a Gyurcsányt, a Jakabot, meg a többit, hogy nézni is fájt, pedig hát azért volt már egy-két kemény kalandom. És vajon ki volt mindezért a hibás? És komolyan és több mindenkitől elhangzott az a mondat, hogy hát az időjárás az például hibás abban, hogy ez az eredmény született. Nem, ez inkább a társadalom hibája. Orbán Viktor kibaszott jól befolyásolja az ilyen szellemileg elmaradott embereket. Nem feltétlenül csak kormányzót kell váltani, hanem népet is. De ez az agymosás, tudod? Ez a gyűlöletre átitatják az embereket gyűlölettel, és teljesen nem normálisak ezek az emberek, komolyan mondom. Orbán Viktor kívánom befolyásolni, hogy az ilyen szellemileg elmaradott embereket mondja a Momentum szökevény, a kis fiatal gyerek a hatalmas élettapasztalatával. Nem baj, gyerek, figyelj, rá fogsz egyszer csak jönni, hogy ez a 3 millió fölötti jobboldali szavazó, ez nem bolond, nem hülye, nem idióta, nem agymosott, hanem szereti a hazáját, nem akar háborút, nem akar, hogy ilyen Márki-Zay félék vezessék az országot. És persze Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter is megadta a választ, nem az, hogy szarpolitikát csináltak, nem az, hogy Márki-Zay Péter gyakorlatilag mindenkit megsértett, akiről csak hallott, látott vagy gondolt valamit, és picit is fideszesnek gondolta. Ha sikerült az embereket leváltani, ha megtalálták maguk közt a felelőst, akkor innen egyszerű a feladvány, gondolhatnánk. Lássuk, sikerült-e a baloldalnak megértenie, hogy mi volt az üzenete a negyedik kétharmadnak. Fel kell készülnünk, hogyha a helyzet úgy hozza, a népharag elsöpri ezt a rezsimet, mi ott álljunk és átvegyük az ország irányítását. A mai napon a Néppártyán Mozgalom képviselőjeként benyújtottam az országgyűlés elé azt a határozati javaslatot, amelyben kezdeményezem, hogy a parlament osztassa fel önmagát. Pedig ezt szerintem ez egy remek ötlet. Mindenképpen osztassa fel magát a parlament, ad ide, aláírom, mert sokkal nagyobbat fogtak bukni, mint tavaly április 3-án. Mert jaj, egyébként meg betikette, tehát te még fekete Győr banditól is majdnem kikaptál. Se szolgálati lakás, se pártelnöki poszt, se titkárnő, se semmi. Nincs párt, nincs frakció, semmit nincs. Hatalmasat bukta. Egyáltalán mit csinálsz itt? Ja! De ott megeszem a párizsit, azt mondod, hogy bármikor összeomlott az Orbán kormány, ne ügyeskedj már velem ember. De tényleg ezt ki hiszi el? Adok egy jó tanácsot. Most ingyen. Maradj inkább a show businessben, abban legalább jó vagy. Lesz tőlem jobbos, és vagy éppen baloldali, a gondokat csak együtt tudjuk megoldani. Ja. Gondoltam, hogy erre mondok egy vicceset, de szerintem erre nem kell vicceset mondani. Ez vicces volt önmagában, nélkülem is. Úgyhogy most egy Duolingo bemutatót szeretnék nektek tartani. Úgy döntöttem, hogy a Duolingon fogom megpróbálni ezt a román nyelvtanulást. Facebook videóban számol be róla. Én azt mondtam, hogy a Márki-Zay Péter, nem tudom, mennyi van, műsor szoktam mondani, hogy 6 vagy 7 gyereke van. Mennyi van? 7 gyereke van, egy szép nagy családja van. Nem lehetne, hogy belebeszélje meg ezeket a dolgokat Márki-Zay Péter, és nem nekünk mondja? Több mint 4 éve harcolok az utcán, mindenhol, a CEU-tól fogva, mindenhol, de mindenhol, hogy már a tököm tele van. De Orbán, takarodj! Takarodj! De nem erről van szó most. Te meg ki vagy? Te meg ki vagy, édes? Tessék definiálni magunkat! Definiál te, melyik kocsmába jöttél? Lehet menni, Orbán, megbukott! És annyira gáz, hogy hogy itt vagy? Hogy miért vagy itt? Hogy miért nem ott vagy? Akkor vegyék a kamerát, bazd meg! Mert nekem soha nem az lesz az első kedves hírtévé, hogy éppen kikinek a faszát szopja telierőből, hanem hogy vállalja a véleményét bárkivel szembe, még ha telibe előre veri is a többséggel szembe.
Nem akarom bántani a szegény nénit, aki az elején kijelentette, hogy ő mindig mindenhol ott van, aranyos, tessék a harcolni az utcának. A mindig az aktuálisan fontos baloldal ügyét. Ancsiról is úgy vagyok, hogy úgy kegyeleti okokban nem biztos, hogy bántanám szegényt, láthatólag komoly gondjai vannak, de hogy szegény elég aggasztó. Meleg volt, fáradt volt, nem tudom, mi volt a baj. Ki volt, hogy a Pankotalai Lili hatalmas nagy kedvencünk. A liberálisok különböző dolgokat szeretnek, ők tudják, hogy miért az, amikor rímek nélkül, szótagszám nélkül valaki telefonból felolvas valamit, rettenetesen gyenge szöveget. Ilyenkor a baloldali sajtó és a baloldali megmondók fölveszik a vállára az aktuális slam poetry művészt, aki rengeteget káromkodik, és akkor ő lesz az új messiás. Annak idején Nagy Blanka volt, most éppen Pankotalai Lili. Láttuk, hogy nagyjából ezek a fiatal gyermekkatonák aztán hogy végezték, nekünk rajta csinálja. És egyébként mindez a választás után történt, láthatólag tényleg semmiből, de semmiből nem tanulnak, ami nem baj, köszönjük szépen, még 30 évig jobb oldal. Dobbant, taps, dobbant, taps, a kultúra nemzeti alap. A kultúra nemzeti alap. A kultúra nemzeti alap. Na, menjünk komolyan ezt a dolgot. Kutyafáját rögtök itt a szerészet. Ha úgy érzed, hogy nagyon fáj, nagyon bánt, hogy demokratikus úton negyedszerre kétharmaddal nyert egy párt, mondjuk a Fidesz, ezt úgy tudod feldolgozni, hogy állatias hangon höröksz, üvöltözöl, belekiabálsz valami tojásba, és a kultúra nemzeti alapot eltapsikálod, és a végén megmutatod, hogy ez a kultúra. Elhúzódó gyászkorszak. Lassan vége lehetne már. Bár de a fenéket, dehogy is csináljátok, mert rettenetesen szórakoztató. Eléggé úgy fest a dolog, hogy Soros György élete legrosszabb befektetése a magyar baloldal. De minket rettentő mód szórakoztatnak, úgyhogy Gyuri bácsi, innen ebből a székből kérem. Tudom, hogy néha nehéz. Tudom, hogy néha elveszti a hitét. Látta ön is ezeket a performanszokat, ezeket a produkciókat. De nagyon, nagyon szépen kérem, továbbra is finanszírozza ezeket a bohócokat továbbra is, adjon pénzt a baloldalnak, mert mi iszonyatosan jól érezzük magunkat. Please, Georgia bácsi, please, more money for the left side, please. Látjuk, hogy ezek nem változtak semmit, láttuk azt, hogy a választások előtt is őrültek, elmebetegek, futóbolondok voltak, és azt is láttuk, hogy a választások után is elmebetegek, futóbolondok és őrültek maradtak. De egy ember azért meg tudott erősödni, és ez az ember Gyurcsány, Gyurcsány Ferenc. Van neki egy hozzánk közel álló főpolgármestere. A főpolgármester nem hajlandó azt a hazafias kötelezettségét teljesíteni, könnyű szeretni Karácsony Gergelyt. De nem teljesíti a feladatát, én szerintem. Rá kell ébreszteni a főpolgármester urat, hogy rossz úton jár. Húzogatta egy a szőrőt eszmét a Gyurcsány, azt láttátok. Hát nem lehet ezt máshogy megfogalmazni. Tulajdonképpen Selyem Zsinort küldött Karácsony Gergelynek. Azt mondta, hogy ha nem teljesíted azt, amit én mondok, amit a DK követel, akkor bizony nem fogunk téged támogatni. Akkor nem te leszel a főpolgármester. Ezt lehet magyarázni, meg lehet kidumálni, meg lehet össze-vissza hazudozni ezzel kapcsolatban, de ezt szerintem ti is láttátok. Mindenki látta, Gyurcsány Ferenc be csicskított a Karácsony Gergelyt nagy nyilvánosság előtt. Nézd is rossz. Ennyi volt már az Abáti reagál, boldog kétharmadot mindenkinek, meg jövőre is kétharmadot, meg három évben is kétharmadot, mindig kétharmadot, vagy akár négyötödöt, és ne felejtsétek, a hatalom a népé. Szasztok! A hatalom a